miért tudom úszni ezt a nehéz töröndöt? Mondtam én, hogy ne pakold el ezt az egészet, az egész ruhásszekrényt belepakolta. Hát ezt aztán nem hiszem el, neked meg még az ongora is kellett volna. Jaj, hát akármilyen lomposan nem mehetek Amerikába. Jaj, csak az ongora is itt volna. Persze az ongora. Jó van, csak haladjunk, mert még a végén lekésük a repülőt. Agyanisten, aztán ti meg hová iparkodtok? Megyünk Amerikába, meghívott bennünket a bácsi, Augusti bácsi. Jaj, csak az ongora is itt volna. Aztán mit csináltok Augusti bácsinál? Megnézitek a farmot? Meg? Azt mivel mentek csak, tehát nem azzal a pici kis alkalmatossággal? Milyen alkalmatosságról beszélsz? Hát itt erről a röpülő alkalmatosságról, erről beszélek. A múltkor itt én is ezzel röpültem, amikor a felső hegyen meg akartam nézni, hogy kilopja a szőlőmet. Te, aztán megláttad, hogy kilopta? Láttam, a rossz sebeket láttam, beleültem, azt úgy belezártam, hogy amíg le nem szálltunk, föl nem mertem nyitni a szememet. Jó napot, sofőr úr! Maga meg miféle járgányt vezet? Ez tud repülni? Jó napot! Ezt a légijárgát tudják, hogy kirókopter. Micsoda kuffer? Nem kuffer, te Mari vagy Gizi vagy, nem tudom én miben maradtunk itten, hogy hívnak téged. Kuffer az neked van, de jó nagy. Ez itten kopter, gyrokopter. Aztán mondja csak, sofőr úr! Nem sofőr, pilóta! Pilóta. Jó, akkor mondja csak, pilóta úr! Az ott a masina hátulján, az micsoda? Az egy ventilátor? Az? A légcsavar. Pedig azt hittem ventilátor. Aztán azt tud forog? Ajaj, de még milyen gyorsan! Ez szinte hihetetlen. Hát akkor maga biztos nem izzad, amikor repül ezzel, és mikor ez forog. De amikor leáll, akkor mi történik? Mi történik? Hát, akkor izzadok, de nagyon. Azt mondja meg pilóta úr, hogy még napa értem, ha látnak fönn is lenni, de éjszaka, hogy röpülnek? Éjszaka? Még egyszerű. Látja, ott van az a két villogó az oldalán. Na, azokat kell figyelni. Aztán csak azok között kell tartani a gépet. Jaj, hát itt könnyű, most már értem. Jaj, csak az ongora is itt volna. Aztán mondja csak, pilóta úr, milyen gyakran szoktak ezek lezuhanni? Mindegyik csak egyszer zuhan le. Aztán, amikor én a múltkor röpültem itt a felső hegy fölött, akkor aztán nem maga volt a pilóta, aztán miért nem? Nem, mert valami nagyon nem tetszett a motor hangjába, aztán szóltam is a szerelőknek, azok meg mindjárt meg is oldották a problémát. Hogyan, ha meggyógyították a motorot? Rossz sebet! Szóltak inkább az egyik süket pilóta, az inkább az vezesse a gépet. Ó, édes Isten! Azt mondják, hogy azon a gépen, ahol a drágámmal repülök, ott aztán lesz mindenféle ital. Nem csak ilyen, lesz ott pálinka, lesz ott konyak, lesz whisky, mindent, amit csak akarunk inni. Mondja csak, pilóta úr, maguk is hoztanak ilyet? Ha, persze, mindenkit megkínálunk egy kubicával felszállás előtt. De volt itt egy pap, lehet, hogy innen valós volt, nem tudom. Na, az nem fogadta el, hiába kínáltuk. Nem igazán lehetett innen valósi, mert ez itten szereti a pálinkát, de azt talán nem szerette? Nem az volt a baj, attól félt, hogy ott fenn közel kerül a főnöké, aztán az majd megérzi rajta. Nyár ott egy könyvet, itt van itt. Hol lássuk? Azóta ez mindig legyen nálam, aztán ha bármi baj van a géppel, akkor csak nyisson ki, aztán olvassa hangosan, ami bele van írva. Aztán mi van beleírva? Jaj, de mi, hogyha hang ki vagy a mennyákban? Jó,
csak a zongora itt volna. Gyere, Mariska! Megjött a busz, amely kivisz bennünket a reptérre. Jó sokat késett, a fene vigye el. Remélem azért a repülőt el fogjuk hívni. Jaj, csak a zongora itt volna. Mi a francot akarsz azzal a rohadt zongorával? Rajta hagytam a repülőjegyet.